Itt az ungvári főkonzulátuson 2015-ben 50 ezer vízumot adtak ki, 2016-ban ez a szám már 52 ezerre nőtt. Ezentúl nem lesz mindenkinek szüksége erre az okmányra, az Európai Parlament ugyanis csütörtökön megszavazta Ukrajna vízummentességét. A jogszabályt 521 igen szavazattal, 75 nem és 36 tartózkodás mellett fogadták el. A jövőben az Egyesült Királyság és Írország kivételével minden uniós tagállamra, Izlandra, Liechtensteinre, Norvégiára és Svájcra is érvényes lesz majd a vízummentesség. Ez nagyon nehéz munka volt a külügyminisztériumunkban, az egész csapat dolgozta ahhoz, hogy ezt megkapjuk, és ez nagy jelentőséggel bír Ukrajnának, és Magyarországnak is ez nagyon fontos, mert Ukrajna állampolgárai közelebb lesznek az Európa Unióhoz, az értékközösséghez. És szerintem ez a családi kapcsolatok bővebben lehet bővíteni, és közelebb lesznek a családok Ukrajnában és Magyarországon. A vízummentességgel az ukrán állampolgárok 90 napot tartózkodhatnak majd a korábban felsorolt országokban. Ez idő alatt üzleti célból, turistaként vagy családi okokból utazhatnak, munkát viszont nem vállalhatnak. A jogszabály akkor lép majd életbe, ha azt az Európai Unió tanácsa is elfogadta, ez júniusban várható. Fontos tudni azonban, hogy nem mindenki számára érvényes a vízummentesség. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, ez a vízummentesség kifejezetten csak azok számára érvényes, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, új útlevéllel, ami ugye megfelel az EU szabványoknak, és ugye az a baj, hogy ezt nagyon sokan összekeverik, tehát a vízummentességet követően, tehát most a dátumot elkerülve, mert nem tudom még a technikai részt bevezetését, én azt gondolom, hogy azok, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek, természetesen vízum nélkül léphetnek be a Schengen térségbe. De ugyanakkor ez nem azt jelenti egyébként, hogy a határon azokat a támogató dokumentumokat, legyen az biztosítás, szállásfoglalás, megélhetés, stb. Ezt a beléptető szervek nem fogják kérni, és azt ugye tudomásul kell venni, hogy a Schengen kódexben is úgy van, hogy a vízum egy ígérvény. Ukrajnában az állampolgárok körülbelül 40%-a rendelkezik jelenleg ezzel a fajta útlevéllel. Ilyen okmányt másfél éve adnak ki, és átlagosan egy hét alatt el is készül.